Ha Shakespeare műveit tekintem végig, akkor talán ez az egyik legszövevényesebb történet. Több síkot illeszt magába, különböző történetszálak végigvezetését kell gondozni benne. Tehát azt gondolom, hogy egy rövidre alkalkulált előadási idő komoly feladatot ró, és biztos, hogy fontos azon dolgozni és azzal törődni, hogy hogyan tud kompakt lenni, egyszerre hatásos és a cselekmény vezetésében korrekt vonalvezetésű. Úgy dolgozom Shakespeare virágával és a saját stílusommal, hogy mindig egy olyan eredeti új egész szülessen, mely mindkét tekintetben tud Shakespearehez méltó módon szólni, Barta Dórához meg önazonosan. Úgyhogy azt gondolom, hogy maga a stílus kreáció, ahogy dolgozom, ahogyan a mozdulat invenciója elindul bennem, és azt színpadra viszem, az mindig azzal a magas minőségű, szofisztikált tartalommal indul, ami szerintem a Shakespeare nyelvezetéhez, Shakespeare gondolatvilágához illeszkedni tud. Úgyhogy ez egy ilyen fura, nem beszélve Purcell barokk zenéjéről, ami szintén egy részletgazdag különlegesség, hogy én azt gondolom, hogy ez egy végül szerves, eredeti új egységé képes válni. Minden egyes darabomnál a zenei szerkesztés mindig egy nagyon gondos, előkészítő munka eredménye. Azt gondolom, az utóbbi időben egyre jobban alátámasztja a munkámat az a gondolatom, hogy a klasszikus zenét színpadon szerepeltetni nagyon különleges élménnyé válik, ha korszerű zenei tartalmakat párosítom. Ilyen volt a Traviata, ilyen volt az Anna Karenina, ahol eredmény szinten is és visszacsatolásként is nagyon sokan ért olyan pozitív visszajelzés, hogy annyira különlegesen szép az előadás zenei textúrája. Talán titok lehet az, és talán egy megoldási javaslat, hogy ezt a fajta ötvözetet mindig keresem. Gyakorlatilag egy Purcell zene barokk világa, a darab elejétől végéig szólva, a hallgató számára, és egy adott füllel hallgatott módon valamilyen általános hangulatot sugároz. De ha én megtördelem ezt a különleges ékes hangulatot, zeneileg ékes hangulatot, atmoszférikus, kortárs olyan zenével, ami engedi a tartalmat szabad asszociációk felé, nem csak kizárólag a történetmesélés felé vinni, akkor egy ilyen érdekes hullámzást adok, ami végül is egy zenei egészé avanzsálja az előadást, mégis megteszi, hogy minden egyes újra felcsendülő Purcell dallam olyan különlegesen és tisztán szóljon a hallgató fülébe, mint ahogyan az született, és mint ami üzenettel bírnia kell a klasszikus zenének. A látványvilág a Szent Ivánéi álomban egyértelműen modern, szándékú. Valójában maga az erdő szimbóluma is egy különleges függönyzet, mely, ha ránézünk, akkor egyszerre lehet a belső véráramunk, egy különleges bozót akár, vagy sűrűn strukturált erdő, és egy olyan rejtett tartalmakat eltakaró felület, ami mind-mind a darab különböző rétegeihez és megszólalásához hivatott. Tihanyi Ildivel nagyon szoros és jó együttműködésben tudtuk létrehozni ezt a látványvilágot. Tudtuk jól, hogy önmagában a humán erőforrás az ő csodálatos táncos test legyen az, ami valójában meghatározza az előadás olyan típusú vizuális világát, ami változó tartalom. Az összes többi nagyon markánsnak nevezett képi világ azt szolgálja, hogy a táncos látszódjon benne nagyon jól, és a táncos beszéljen, és a táncos struktúrája a teret akár, de van természetesen sok geg, sok poén benne, ami arról szól, hogy hogyan lehet fantáziadúsan vagy különlegesen használni ezt az előadást, leginkább a fent és lent, a hátul és elől, a különböző pozíciók, megjelenési pozíciók támogatására hivatott a tér. Van egy plusz játékelem, mert ugye azért azt nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy aki eddig Kecskemét City Ballet előadást nézett néző, nagyon sok drámai előadást látott, nagyon sok emberi sorsot, történetet, drámai és hatásos módon próbáltunk úgy
azt gondolom színpadra vinni, hogy nagyon sokszor könnyes szemmel távoztak a nézők. Ebben az évben azt szerettük volna, hogy vígjáték legyen a Kecskemét City Ballet repertoárján, ezért a játék maga nem csak a néző számára egy új szituáció, nézői szituáció, hanem bent a térben is megtörténik. Ezért egy ilyen különleges, puzzle-szerű kocka elem játékkal dolgoznak a mi úgynevezett mesterembereink, akik hát egy fal építésén mindenképpen ügyködnek. Ez az ügyködés természetesen nagyon sokszor kudarcba fullad, nyilván a polgári komédiának játék elemeit idézik ezeknek az építményeknek a széteső pillanatai, a konstrukció soha nem, mondjuk ékesen felépült volt egy nagyon érdekes szituáció az előadás közben, hiszen a mesteremberek arra törekednek, hogy egy csodálatos előadást hozzanak létre, és valahogy mindig félúton maradnak ezzel, végeredményt nem elkönyvelve maguknak, úgyhogy ennek a bájos sikertelenségét hivatott demonstrálni a sok különleges kis kockának. Ugyanúgy, mint ahogy a díszlet esetében, a jelmezvilág is egy szimbolikus jelmezvilág. Nyilván egy stílust mutat, a stílus irány az megint egy modernizált tartalom felé társul vizuálisan, támogatja a mozgást, támogatja a táncos mozgást, és jellegében beazonosítja a karaktert. Egy táncszínházi előadásnál a jelmez mindig egy kulcskérdés, hiszen két funkciót kell ellátnia, nem tudunk prózai módon hozzányúlni, hiszen abban a pillanatban hiába egy szép ruhakköltemény, ha eltakarja a testet, akkor önmagában szegény táncos hosszú heteken keresztül feleslegesen dolgozott, úgyhogy nálunk ez mindig egy különleges kihívás, megtalálni a karakternek megfelelő, beazonosítható jelleget, de láttatni a test minden olyan részét, ami hát magára a beszédre hivatott, úgyhogy megint szerintem sikerült Ildivel szintén egy olyan szép kohéziót teremteni, amiben én szerintem megtalálható a klasszikus tartalom is, és a tradíció is, annak ellenére, hogy mi azt mondtuk, hogy ez egy modernebb öltözet, de semmiképpen nem farmerre kell gondolni, tehát mindenképpen ez egy komponált, különleges világú jelmezvilág. Bátorítom a nézőket, hogy biztos, hogy érteni fogják a cselekmény vezetésre, mindig nagy hangsúlyt fektetek. Minden egyes előadásomnál, akár olvasták, akár nem, elveszettnek nem fogják érezni magukat a nézők. Természetesen a táncszínházi előadás cselekményes kezelésénél nagyon vigyázni kell arra, hogy nehogy túl didaktikussá váljon, túl kezenfejévé váljon az, hogy csak és kizárólag a cselekményt szolgáljuk, hiszen egyrészt feltételezzük, hogy sokan ismerik az alaptörténetet, de természetesen ha nem úgy lenne, akkor is ők kapjanak egy olyan vonalvezetést, ez egy dramaturg vagy egy konzultáns dolgával is egyenértékű, már mint ezzel az együttműködéssel, hogy ez a mondjuk végigkevethetőség egy koreográfiai előadásban is jó legyen, és kiegyensúlyozott legyen, és a néző számára egyértelmű vonalvezetést kapjon. De azért mindig azt mondom, hogy a Szent Iván néjálom nem a legegyszerűbb műve Shakespearenek, úgyhogy abban nagyon sok titok van, úgyhogy mi megtartjuk magunknak a lehetőséget arra, hogy egy-két dolog nem biztos, hogy egyértelműen és kimondhatóan a cselekményt fogja támogatni, hiszen tele van csodával, tele van olyan váratlan pillanattal és olyan különleges eseményszállal, ami mondjuk így fellazítja a koreográfusi attitűdöt a földhöz ragadástól. Úgyhogy biztos, hogy próbálkozunk olyan területen is járni, ami szól az érzetekről, a különleges hangulatról, az erejéről az előadásnak és a táncos test gyönyörű kifejező erejéről. A kecskeméti létezésünk nagyon kétpólusú, nagyon sokaknak mindig első táncszínházi élmény vagyunk, mert hogy ugye így alakult meg, és ezeket a táncszínházi előadásokat a Kecskemét City Ballet hozta a város életébe olyan módon, hogy akik itt élnek most, ilyen impulzusokkal tudnak találkozni. Majdnem minden esetben, amikor végignéznek egy előadást, a előadásunk után olyan mondatok fogalmazódnak meg, hogy én nem is gondoltam, hogy ilyen a tánc. Nem is gondoltam, hogy ezt én érteni fogom. És ezek olyan visszacsatolások számomra, amit gondozni, figyelni szoktam, mégpedig annyiban, hogy nagyon fontos nekem, hogy aki először beül és táncszínházi élményre kíváncsi, az a következőre is legyen.
Úgyhogy így a gondolatot bezárva, nagyon nagy boldogság nekünk, hogy aki az első 4 évszakunkat látta, szinte biztos, hogy a Szent Iváni álomra is eljön. Úgyhogy nagyon sok visszajáró vendégünk van, nagyon sok olyan kecskeméti vagy Kecskeméthez kötődő látogatónk van, aki kimondottan Kecskemét City Ballett előadásra kíváncsi, ezzel a formanyelvvel, ezzel az üzenetformával, ezzel a táncos állománnyal szeretne találkozni, és mi azon vagyunk, hogy azok számára, akiknek a Szent Iváni álom első élményük lesz, igen-ilyen kellemes tartalommal és érzettel próbálják a következőt majd megkeresni és nézni.